Az Ázsia és Európa határán fekvő Isztambulban lelt otthonra Kovács Zsuzsanna, aki szívében, lelkében, külhonban is őrzi magyar identitását. Számára a néptánc és a népdal nem csupán művészet, hanem életforma, amellyel nem csak saját kultúráját ápolja, hanem másokat is inspirál. A hagyományok és emlékek ápolása mellett gyakran felkeresi a város magyar vonatkozású emlékhelyeit, amelyek őrzik és hirdetik a magyar történelmet és kultúrát a távoli földön is. Vagyunk most Isztambulnak egy különleges helyszínén, ez a ferikai protestáns temető. Miért is olyan fontos ez nekünk magyaroknak? Hát például ma egy koszorúzáson vehettünk részt, ahol az 1848-49-es szabadságharc katonáinak egy része, illetve családtagjai nyugszanak itt. Eredetileg ők nem itt voltak eltemetve, illetve nem mindenki, hanem Taksimnak egy északi részén. Taksim az egy városrész Isztambulban, és az akkori vezetőség ezt a területet, amit körülöttünk van, jelölte ki. Itt a magyarokon kívül az amerikaiak, az Egyesült Királyságból, Svájc, Németország, örmény rész is van a temetőnek, és ez pedig a magyar parcella. Nagyon különleges helyen állunk most, illetve egy sír mellett, egy sírhely mellett. Ő Lagantai Lang Jakab. Nem biztos, hogy ez a név mond valakinek valamit is, de hogyha annyit mondok, hogy ő volt második Rákóczi Ferenc orvosa, akkor így már talán sokkal nagyobb hangsúlya van ennek a sírkőnek, ráadásul művészettörténetileg is igen kiemelkedő. Tulajdonképpen ez a temető egy szabadtéri múzeumnak is tekinthető. A megközelítés ennek a helynek nem is olyan bonyolult, hiszen, mint minden magyar tudja, hogy a kék mecset az hol található. Onnan pár perces sétával, villamosra szállva ennek a helynek a közelébe le lehet szállni, és egy rövid sétával ide el lehet jönni. Nem csak ez a sírhely, illetve ez a gyönyörű parcella itt igen fontos, hanem egy közeli templom is, amiről majd később beszélek. A Liszt Intézet, Isztambuli Magyar Kulturális Központ 10 éve kezdte meg működését, és a teljes magyar kultúra átfogó bemutatása az elsődleges célja. Az idei év egy kiemelt év, mert ugye magyar-török kulturális évad ez az év, ami során több mint 100 program kerül megvalósításra Törökország szerte. Magyar nyelvoktatással kapcsolatosan két különböző terület van. Egyrészt a magyar, mint idegen nyelvoktatása, erre különböző csoportok keretében van mód, tehát lehet jelentkezni, ezek folyamatosan mennek ezek a képzéseink, illetve hát nyilván a magyar iskola, hogyha ez is ide tartozik, de hát ugye a magyar diaszpórát megszólító programjaink folyamatosan zajlanak, évek óta szinte mindig van körös csomagprogramos ösztöndíjasunk, illetve hát ugye a magyar diaszpóriai családja és gyerekei járnak az intézetbe programokra. Itt vagyunk most Isztambul belvárosában, Karakölyben, a Szent Benoît iskola és templom komplexusban. Különleges, nem csak magyaroknak, hanem a franciáknak is. Ez egy nagyon-nagyon régi, 15. századi bencések által alapított egyházi helyszín, amit később a jezsuiták vettek át. És hogy miért olyan különleges? Hát azért, mert ugye mindenki úgy tudja, hogy Kassán van eltemetve Rákóczi, és jól is tudja, de előtte ebben az épületben, ebben a templomban helyezték nyugalomra. Itt vagyunk az egyik legkedvesebb isztambuli helyemen, a neve a Szent Benoît templom.
Három várost mondok. Rodostó, Kassa és Isztambul. Ezt egy név köti össze, mégpedig második Rákóczi Ferenc. Mindjárt mutatom is miért. A falon látható egy emléktábla, ugyanis eredetileg Rákóczi Ferenc, második Rákóczi Ferenc ide volt eltemetve, édesanyjával együtt. Ez nagyon érdekes, mert ugye Rákóczi még gyerek volt, amikor az édesanyjától elválasztották, és hosszú-hosszú évek után végül is itt találkozhattak. Ehhez az emlékfalhoz közel van egy másik tábla, mégpedig Bercsényi Csáki Krisztina emléktáblája. Ő is ide lett eltemetve, miután itt Törökországban halt meg, férjét követve. Erdő mellett estvé lettem, sopám fejem alá tettem, összetettem két kezemet, úgy kértem jó Istenemet, én Istenem adjál szállást, már meguntam a járkálást, a járkálást, a bujdosást, az idegen földön lakást. Számomra különösen fontosak ezek a magyar emlékhelyek, illetve magyar vonatkozású helyek, hiszen soha nem gondoltam volna, hogy én külföldön fogok élni. Elvégeztem mindenféle olyan egyetemet, iskolát, ami a magyarsághoz kapcsolódik, népzene, néprajz, néptánc, és annyira ragaszkodtam hozzá, hogy el se tudtam képzelni, hogy én más országba éljek. Aztán az élet úgy hozta, hogy mégis, és akkor elkezdtem kutakodni. Nyilván történelemből tanultam én is sok mindent, de hát ahogy az ember idősödik, vagy egy helyen él és kutakodik, utána olvas, akkor egyre inkább érdekessé vált, hogy mennyi minden kapcsolja össze a két nemzetet. A törökök nagyon jól veszik a magyarokat, nagyon szeretik is őket, testvéreknek is nevezik, ugye mindig Attilára vezetik vissza, hogy hát mi egy családból származunk. Ehhez, ha lehet, akkor mondanék egy nagyon kis érdekes történetet, ami elég vicces. Ugye a magyar iskolában a gyerekek mindig beszámolnak arról, hogy egyébként a hétköznapokban mi történik velük, és hazament az egyik gyerkőc, és mondta az anyukájának, hogy anya, mondok valamit, de ne haragudjál már, jó? Hát persze, mondja, de ígérd meg, hogy nem haragszol. És mondta, hogy hát azt tanultuk, hogy hát minket kikergettek Magyarországról, a törököket. És akkor az anyukája mondta, hogy hát igen, kisfiam, de senki nem hívta meg őket. Ebben az épületben egyébként több alkalommal is volt már magyar mise, és egyébként szerencsések vagyunk, ugyanis egy moldvából származó pap is él itt Isztambulban, és ilyenkor ő szokott misét celebrálni. Kicsit kevert nyelven, de annál nagyobb örömmel. Itt látható mögöttem az egyik legismertebb épület itt Isztambulban, szerintem minden magyar társam is ismeri, ez az Hagia Szófia, ami hát nem meglepő, magyar vonatkozása is van, nem is egy. De a leghíresebb talán az, hogy Szent László lánya, bizánci császárné lett itt, Priszka vagy Piroska néven ismert ő, vagy Ireni az itteni nyelv szerint. Az első keresztény magyar emlékhely is ide kapcsolódik, hiszen egy keresztelő medence található itt, ahol annak idején két vezér is megkeresztelkedett. Ez a történelmi helyszín egyébként engem kiskoromban megfogott. Lehet, hogy más is emlékszik rá, az 5. történelem tankönyvben volt egy icipici fehér-fekete fotó erről az épületről, és annak idején álmodoztam róla, hogy talán egyszer majd én is élőben megnézhetem, és milyen a sors. Amikor ide kerültem és egy kórusba elkezdtem énekelni, akkor minden egyes próbára, amikor mentem, akkor a villamossal itt mentem el előtte, és mindig megdobbant a szívem, hogy ez egy gyerekkori álom milyen fantasztikusan megvalósult. A
2012-ben jöttem ki Törökországba, de a férjemmel már hamarabb találkoztam egy fesztivál, minő véletlen egy fesztivál kapcsán, hiszen én is néppáncos voltam, illetve ő is. Aztán persze kerestük, hogy hol tudnánk közösen élni, Magyarországon vagy Törökországban, aztán úgy tűnt, hogy, illetve hát be is igazolódott, hogy Törökországban könnyebb családot alapítani. Fontosnak éreztem, hogyha ide kijövök, akkor is ezt a valamilyen mértékben a magyarságomat megtartsam, és akkor kapcsolatba léptem a főkonzulátussal, és ott ők is nyitottak voltak erre. Családokat keresünk meg, a családok igényeit mérjük fel, egészen kicsi kortól a felső tagozatig foglalkozunk gyerekekkel. Folklór foglalkozásaink vannak, tehát népdalokat is szoktunk tanulni, néha táncolunk is. Oktatási évek alatt nem csak az itteni magyar közösséggel foglalkozom, vagy van rálátásom, hanem a magyarországi segítségek által ugye más külhoni diaszpórákban élő iskolákra is rálátásom van. És kollégákkal beszélgetve ugye nagyon sok helyen nincsenek szakképzett pedagógusok, viszont nagyon lelkes anyukák vagy apukák vannak. És az ő segítésükre pár évvel ezelőtt összeállítottam egy helyi illusztrátor anyukával egy évszakoló című kifestős dalos füzetet. És ami a különlegesség, ez kifejezetten külhoni magyar közösségeknek készült, hogy minden népdalhoz egy gyönyörű kifestő is készül. Nagyon sok esetben a magyar népi motívumokat is felfedezhetjük. Magyar írásmóddal készült. A dalokat egyszerűen kottáztuk le, alatta szolmizációs nevekkel segítve az pedagógusokat, illetve a gyerekeket is szerettük volna segíteni azzal, hogy az idegen vagy számukra idegenül hangzó régies kifejezéseket megmagyarázzuk. Kiskoromtól kezdve az éneklés egyik központi dolog volt az életemben, egészen óvodáskoromtól, ilyen szakirányba is tanultam, ugye, és ugye az első diplomámat népzene szakon szereztem Nyíregyházán, és az éneklés az nagyon fontos volt itt is. Tehát amikor kijöttem, akkor egyrészt kórusba is elkezdtem énekelni, másrészt fontosnak tartottam, hogy az itteni családoknak, gyerekeknek is megtanítsam azokat az alapdalokat, népdalokat, és itt nem tájegységeknek, az utolsó falunak, a Juliska nénnek a dalára kell gondolni, hanem az olyan alapdalokra, amit otthon bármelyik iskolában a gyerekek meg tudnak tanulni. Nagyon érdekes, hogy évekig például nem tudtam elénekelni itt a himnuszt, mert egyből hát majd, hogy nem úgy zokogni, volt kedvem, illetve hát, hogy nem volt kedvem. Valószínűleg azért, mert hogy annyira bennem van ez a magyarság, a kultúra, hogy minden olyan szálat igyekszek megfogni, ami ehhez visszaköt.